Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Most a Cookpad Home Academy következő videója, eheti videója következik, ami egy kiváló, nagyon könnyű burgonyás pogácsa lesz. Ehhez már egy picit elő is készültünk. Ami nagyon fontos, hogy a burgonyát előre megfőztük sós vízben, majd azt követően hagytuk kihűlni, meghámoztuk és áttörtük. Meleg burgonyával nem tudjuk begyúrni a tésztát, mert rossz lesz az állaga, tehát ezt mindenképpen várjuk meg, hogy kihűljön szobahőmérsékletűre, mielőtt neki kezdünk. Hogyha tehát kihűlt a burgonya, és minden mást kimértünk, akkor az élesztő felfuttatásával kezdünk. Tehát a langyos tejet egy tálba öntjük, amiben a tésztát fogjuk dagasztani. Belemorzsoljuk az élesztőt is. Illetve egy kis cukrot adunk hozzá, ami táplálékul szolgál majd az élesztőnek. Elkeverjük, és most egy 5-10 percet várunk, majd ezt követően folytatjuk a tészta bedagasztását. Tehát amint az látható, szépen felfutott az élesztő, úgyhogy most az összes hozzávalót beletesszük az üstbe, és egy lágy tésztát fogunk belőle gyúrni. Alulra megy először ugye a folyadék, ez esetben a felfutatott élesztő, erre fogom rátenni a tojást, a burgonyát, vajat, lisztet, és akkor egy pár perc alatt begyúrjuk a tésztát. Hát körülbelül 4-5 perc alatt begyúrtuk a tésztát. Amint azt látni lehetett a képeken, ez tényleg egy jó lágy tészta, tehát egy nagyon könnyű élesztős pogácsát készítünk belőle. Úgyhogy egyszerűen csak kicsit lelaposítom a tetejét, és most konyharuhával letakarva körülbelül egy órán át hagyjuk, hogy a duplájára keljen. Én be is fogom tenni egy 40 fokra előmelegített sütőbe, vagy oda a sütőajtóra, hogy kapjon kis hőt. És akkor egy óra alatt szépen egy kicsit megkelesztjük a tésztát, és ezután fogjuk formázni. Egy óra elteltével látható, hogy körülbelül a duplájára nőtt a tészta, tehát egy nagyon jó, egy nagyon könnyű burgonyás pogácsa tésztánk van. Úgyhogy most rétes liszttel le fogom szórni az asztalt, kiveszem, és egy kicsit hajtogatni fogjuk, hogy rétegesebb legyen. Az azért fontos, hogy majd amikor kiszaggatjuk a pogácsát, akkor ne csak egy darab tészta legyen, ami aztán dör jobbra-balra, hanem hogyha rétegeket alakítunk ki benne, akkor lesz egy tartása a tésztának, és sokkal inkább felfelé fog nőni a pogácsa, mint hogy oldalirányba dőljön. Egy tipp bármilyen tésztához, amit nyújtunk az asztalon, a legjobb, hogyha fele-fele arányban rétes lisztet összekeverünk B55-ös sima fehér liszttel, és ezt használjuk a szóráshoz, így nem fog annyira ragadni a tészta az asztalhoz. Tehát most kinyújtjuk a tésztát, nem nagyon kell figyelnünk az alakjára itt a pogácsánál. Természetesen jó, hogyha egy kicsit szögletes, mert akkor jobban fogjuk tudni hajtogatni, de itt ez annyira nem lényeges. Tényleg a célunk az, hogy valamilyen struktúrát adjunk a tésztának, hogy ne dőljön össze-vissza. Tehát egyszer félbehajtottam, most pedig még így középre hajtom az egyik oldalát, a másik oldalát, és ezzel gyakorlatilag már ki is alakítottunk elegendő számú réteget. És most pedig körülbelül 1,5 centi vastagra nyújtjuk a tésztát, és elkezdjük kiszaggatni a pogácsákat. Szilikonos sütőpapírral fedett lemezre szurkáljuk a pogikat. Én saját részemről a kisebb méretű pogácsákat kedvelem, mert a pogácsának az adja az ízét, hogy milyen pörzsanyag, milyen szép pirosan megsül kívül, és hogyha kisebb a pogácsa, akkor az ösztömeghez számított felület az nagyobb, és így aztán jobb íze lesz a pogácsának. Ha kiszúrtuk a pogácsákat, akkor kikeverünk egy darab egész tojást, és ezzel lekenjük őket, majd körülbelül 10 percig hagyjuk pihenni a pogácsákat, mielőtt a sütőbe tesszük. Nagyon már miután kiszaggattuk a pogácsát, tehát nem kell keleszteni vagy ilyesmi, hanem egy 10 percig pihentettük. Amúgy is ez egy nagyon könnyű élesztős tészta, tehát hogy a sütőbe mindenképpen fel fog nőni. Ha most nagyon kelesztjük, akkor teljesen szét fognak folyni a pogácsák. 190 fokra előmelegített légkeveréses sütőbe fogom betenni, és szép aranybarnára sütjük őket. A sütési idő nyilván a sütő függő nagyon,
Ebben a sütőben most nagyjából 20 percig volt bent, tehát egy kevesebb ideig, mint amennyit a receptben írok, ez a 20-30 percenek az alsó határa volt. Nagyon szépen megpirult, tehát nagyon jó ropogós íze lesz, és belül pedig egy hihetetlen könnyű pogácsát kaptunk. Úgyhogy ez volna az élesztős burgonyás pogácsa az e-heti feladat. Elkészíthetitek az én receptemet, hogyha kíváncsiak vagytok rá, vagy nincsen saját receptetek, amennyiben pedig saját megbízható recepttel is rendelkeztek, úgy azt töltsétek fel és mutassátok meg az e-heti kihívás keretében, jövő héten pedig következik az égetett tészta. Sziasztok!